Az utolsó pillanatai a fenékpusztai állomás kilátójának. A bázis munkatársai készítették a felvételt arról, hogyan omlik össze a már elkorhat építmény. 10 évvel ezelőtt egy csapatépítő program keretében építették a kilátót egy telefontársaság munkatársai. Jövök. Az új kilátó alapjának kiásásához közösségi munkát hirdetett a Madártani Egyesület Zalai csoportja. Saját forrás hiány egy budapesti magánszemély 1,5 millió forintos felajánlásából készülhet el az új építmény. A szakmunkák előtt azonban az alapozást saját erőből kell elvégezni. Én sokat jártam ide 90-es években, 2000-es évek elején madarászkodni, nyáron, szünidőben, meg amikor rájöttem. Most nem lakom túl messze, de mégis ritkán jutok ide, és látom a Facebookon a felhívást, akkor gondoltam, hogy eljövök, segítek, mert ugye gyakorlatilag minden saját kézből csinálnak a srácok, meg annak idején is, és tudtam, hogy jól esik a támogatás nekik, meg én is élvezem. A látványterven is látható, hogy a régebbi csonkagúla helyett egy párhuzamos oszlopokon nyugvó 3x3 méter alapterületű, 6 méter magas faszerkezet fog épülni. A faanyagot már megvásárolták a kilátóhoz, a betonozást és az építést már egy kivitelező végzi majd el. A kilátó jó szolgálatot tesz majd a fenékpusztai madárgyűrűző és madármentő állomáson, mondta el Darázsi Zsolt, az Egyesület helyi csoportjának titkára. Ide igen sok látogató érkezik, olyan 5-10 ezer között évente a fenékpusztai bázisra, akik hát megnézik itt lévő munkát, és hát szeretnek körülnézni, fölmenni, különösen a gyerekek, de ugyanakkor a madárszámlálásokkor is téli időszakban tápcsővel a vízen lévő madarakat nagyon jól meg lehet így figyelni, tehát szakmailag is jelentős segítség ez a kilátó. Ha az időjárás engedi, akkor a betonozás után 3 héttel indulhat az ácsmunka. A tervek szerint már áprilisban állhat az új építmény. A fenékpusztai madárgyűrűző és madármentő állomáson évente mintegy 450 madarat mentenek. Ezek 2/3 fióka. Jelenleg 52 állandó lakója is van a bázisnak. Ezek a példányok olyan sérüléseket, elsősorban áramütést és gázolást szenvedtek el, melyek miatt már nem boldogulnának a természetben. Tavaly közel 15 ezer madarat gyűrűztek meg fenékpusztán, az itt folyó munka nyitott a látogatók számára is. Nyaranta egy hónapon keresztül táborokat is tartanak az állomáson.